Üdvözlöm a kert! Ismétem! Megint egy Ubuntu Mate 19.10-es Linux distro-ról lesz telepítve egy Gigabyte GA3800N-es alapra, aminek kell egy harddisk, egy diszkén szolgál, egy Verbatim M Store Go Flash, ami 32 GB-os, van rajta a live-ban legyen elindítva. Próbálni rajta, mire is képes a rendszer. Minden rá. Jó. Itt is. Lehet. Mennyire éri meg. Az is lehet, hogy hibás az a versziója neki. Nem annyira. Nem arra lett kifeleztve, hogy flashre legyen telepítve, hanem ilyen merevemezekre, SSD-kre. SSD-kre, egyéb más SSD-kre, vagy egyéb más mindenre. És most itt van ez a rendszer, hogy néz ki. Eléggé nagy a start menüje neki. Rengeteg alkalmazás van rajta. Eléggé lassú lenne. Vagy pedig ez az opció lesz rajta, hogy eredetek volt rajta egy Ubuntu 19.10-es, nem vált be, hibás volt, és akkor ez lesz csinálva, hogy lesz rülve, majd rül lesz rá telepítve.
erős kódot kell találni hozzá, mert meg lehet nyitni interneten át is, lehet irányítani, ha nincs lekódolva a rendszer. Van. És ez a Máté Deszkop, vagy az Ubuntu. Megkaptam Máté környezetet, és majd. És egyelőre Ubuntu Máté van. Másrészt a meghajtó flashre a telepítő készleteket. Lehet várni. Tovább lehet nézni, hogy mit is tud ez a Ubuntu. Nem régóta van. Legelső kiadása lehetett olyan 2012-ben vagy 2014-ben, nem tudom. Több Raspberry Pi-ket is támogatva vannak rajta. Támogass a Raspberry Pi-ket. ...2014-ben volt a legelső kiadása neki. Talán fölfelé. Vannak. Már 13 éve ad ki ilyen disztró kiadásokat, más az Ubuntu-nak az asztali környezete.
illetőben látható ilyen alkalmazások vannak rá téve. Alap van rajta Firefox, Google Chrome, Opera, Vivaldiva is kompatibilis. Támogassa a Steamet, meg a Minecraftot. Zenejátszó. Gimp. LibreOffice. Valóban bugokat szkerjük, a hibákat lehet jelenteni. Tíz perc, inkább két perc, és meg lesz a telepítése neki. Aztán komolyabb tesztek alá lesz téve a rendszer. Kezdte a frissítéseket telepítgetni.
automatikusan, akkor ki lehet kapcsolva, hogy nem kell a frissítéseket telepítenie rá. Mégis telepíti. Ami. Rendszernek ki lehet jelölve, hogy nem kell a frissítéseket feltelepíteni, és mégis telepíti fel a frissítéseket, tölti le és telepíti. Mindig a frissítéseket telepíti. Ez nagyon nem szép tőle, hogy nem engedelmeskedik. Meg lehet mondva neki, hogy nem akarom a frissítéseket telepíteni. És úgy néz ki, hogy automatikusan elkezdte telepíteni. Fel rá. Tovább tartott a telepítés. Tovább fog tartani. Most éppenségem AMD-s grafikus kártyának a firmware verzióját telepíti.
kiderül, mi is lesz a rendszerben, mik is vannak, mindig telepíti, vagy törölik ki a fölösleges appokat. Nyelvfájlokat, egyéb más mindent. Van is hiba. Ugyanaz a hiba, mint a Ubuntu-nál volt. Hát, hogy ugyanaz lesz itt is a hiba. Ez Ubuntu-nak az alap hibája. Mind a kettő az a asztalik környezet a live DRM-et futtat. Mind a kettőnek ugyanaz a hiba. Hát, lett itt már jelentve. Ez a live TTM. Ki fog derülni? Szesztelve. Fel fogja most már telepíteni a rendszert.